Continental Contitech Magyarországon több mint 8000 munkavállalót tudhat magáénak, a legnagyobb telephelynek pedig a makói bizonyul, ugyanis itt 2000 felett van a dolgozók létszáma. Ezért nem is csoda, hogy az idei esztendőben közel 800-an voltak kíváncsiak a gyára, ami többek között annak is köszönhető, hogy ebben az évben már nem csak az itt foglalkoztatottak családtagjai előtt nyitották meg kapuikat, hanem bárki szabadon érdeklődhetett az esemény iránt, melynek jelentőségéről Molnár András személyügyekért felelős vezető mesél stábunknak. Nagyon fontos az, hogy megismerjék azt a tevékenységet, amivel mi foglalkozunk. Ezáltal is vonzóbbá tudunk ugye válni a külső érdekeltek számára. Ezáltal nyilvánvalóan könnyebbé tudjuk tenni a munkaerő toborzásunkat igazából, illetve nagyon fontos az, hogy lássák azt, hogy valójában mi történik itt, mert nagyon sok minden történt az elmúlt 10 évben, ami miatt már nem csak egy gumigyár vagyunk, ahogy a köztudatban ugye sokszor feltüntetnek minket, hanem egy sokkal inkább egy technológiai fejlesztésekkel foglalkozó vállalat, aki a szolgáltatások és nem csak a gyártásra, de a szolgáltatások fejlesztésére is hangsúlyt helyez. A szombati nyílt napon 4 turnusban fogadták a látogatókat, akik egy videóvetítés után bepillantást nyerhetek a szerszámgyártás, az extrudálás, a vulkanizálás, a végfeldolgozás és a szerelés rejtelmeibe is. Több csoportot Asztalos Imre kísért végig, aki már évek óta tevékenykedik a gyárnál. Én úgy gondolom, hogy egy olyan munkahely, ahol ha valaki komolyan veszi és komolyan végzi a munkáját, akkor megkapja azt az anyagi és elkölcsi megbecsülést, ami vonzóvá teszi ezt a munkahelyet. Utolsó állomásként a raktárcsarnokot szemlélhették meg az érdeklődők, ahol számos érdekességgel készültek nekik. Kérdőívet kaptak a felnőttek, és külön kérdőívet a gyerekek. A felnőtteket arról kérdeztük, hogy honnan tájékozódtak a Continentalról, honnan ismerik a Contit, miért jöttek ide hozzánk, milyen tapasztalatokkal távoznak, mi a véleményük a cégről, szívesen jönnének-e hozzánk akár dolgozni. A gyerekeknek pedig ennél játékosabb feladatokat adtunk a gyártással kapcsolatban, akár melyek voltak azok a benyomások, amik megmaradtak nekik, és kontinentálos ajándéktárgyakat osztottunk ki, úgy vettük észre, hogy ezek a legkedveltebbek apróságok, gumicukor, nyakvalkasztó, tollak, füzetek, ezeket nagyon szeretik. A résztvevők több településről látogattak a makói gyárba, így voltak Dorozsmáról, Szegedről vagy éppen Kübekházáról érkezett és pozitív élményekkel tért haza. Nagyon udvariasak és figyelmesek voltak végig, akik a tárlatot vezették, és bizony az, hogy itt nagyon komoly munka folyik, és nagyon sok embernek ad jó munka lehetőséget a gyár. A tesóm itt dolgozik, mint HR koordinátor, és ő mondta, hogy jöjjünk egy ilyen gyárlátogatásra. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség azoknak, akik esetleg azt tervezik, hogy ilyen területen dolgoznak, így kicsit beláthatnak ebbe, esetleg ötletet kaphatnak. Bemutatni a gyárat, ez nagyon jó. Én megmondom, hogy szintén a Pasantőrébe dolgozom Szegeden, és soha nincs ilyen. Ott is jó volna, ha volna ilyen, hogy az emberek látnák, hogy mégis mit, hogy teszünk, mit csinálunk. Nagyon, nekem ez nagyon szimpatikus. A vállalatnál legközelebb május 20-án kerül sor egy nagyobb rendezvényre. Ekkor tartják ugyanis nagyszabású családi napjukat, melynek a Max Sportpálya ad majd otthont.